Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Zajlik a nyár és zajlanak szerencsére a táborok, a különböző programok, ami ugye azért szerencsére azért mondtam, mert egy másfél hónapja még nem gondoltuk volna, hogy erről is tudunk beszélgetni itt a Fehérvár televízióban, a fehérvári beszélgetésekben. És nem csak Fehérváron, Fehérvár környéken, a megyében is rengeteg tábor van, és tényleg vannak nagyon-nagyon értékes táborok, például festőképző művészeti, tehát ilyen alkotó táborok, ahol a gyerekek tényleg élhetik e fajta hajlamaikat. Vendégem a stúdióban Fekete Zsuzsanna, illetve Bondor Csilla képzőművész. Sziasztok, köszöntelek benneteket nagy szeretettel. Ugye Zsuzsit nem nagyon kell bemutatni, azt gondolom a tévénézőknek. Többször voltál már itt nálunk a Fehérvár televízióban. Te nagyon sokat jótékonykodsz Velencén, a velencei családokért. Picit beszéljünk erről, aki esetleg nem ismerne. Hát nem csak Velencén, ugye most már egész Fejér megyében, majd 26 településen vagyunk jelen. Nagyon sok családot tudunk támogatni, szerencsére az adományozóknak köszönhetően. És ugye hát nem maradt le a nyári táboraink sem, amit ugye már lassan 6. éve, hogy csinálunk évről évre. Van 6-8 táborunk minden nyáron szinte. Hát idén Csillával közösen csináljuk a javarészt a táborokat. Vele van 6 táborunk. Az, hogy mi zajlik a táborban, azt a Csilla fogja elmondani. Oké, meg Csilla, téged is kérnélek, hogy a tévénézőknek pár szóban mutatkozz be, aki esetleg nem ismerne téged. Jó, munkásságot, tevékenységet. Hát én Bondor Csilla vagyok, én Budapesten éltem 32 éves koromig, és 4 éve lakom itt Velencén. Élvezed, szereted Velencét? Bejött? Igen. Na, nagyon jó szólán. Meg hát azért van, amikor bejárunk Budapestre. Igen. És hát én ott végeztem a képzőművészeti egyetemen, grafikaszakon, képgrafikaszakon. És most ez 2007-ben volt, úgyhogy én azóta szakmában vagyok. Uh-huh. De rendszeresen vannak kiállítások, csak ezzel foglalkozom, amennyire lehet. Ennek élsz. Igen. Lehet ezt mondani. És ami most még, amit már nagyon régóta volt vágyam, hogy gyerekekkel is lehessen. Igen, ez most sikerült ugye ezen a nyáron, a táborok formájában. Beszéljünk erről a táborról. Kitől együtt ötleteltétek ki, vagy a te ötleted volt igazából, hogy létrejöjjön ilyen tábor gyerekeknek? Ez egy közös ötlet volt, igen. Ez egy közös ötlet volt. Én szervezem, Csilla megvalósítja. Te Csilla a szakmai vezetője, te meg vagy, mint a produkciós menedzser, mondjuk ezt így igazából. Az lenne a kérdésem, ezt adás előtt beszéltük, hogy ezt mindenképpen meg fogom kérdezni, ugye most sokat hallunk a digitális világról, hogy a gyerekeket nem lehet elmozdítani a digitális eszközök elől, ez érdekli őket, amivel alapvetően nyilván megtartjuk a határokat, semmi gond nincs, mert ez a jelen, ez a jövő egyértelmű, tehát ez elvitathatatlan tény. Mennyire vevőek, mennyire befogadóak mondjuk festészetre, képzőművészetre a gyerekek? Mit láttok a jelentkezők számát tekintve például? Hát volt egy meghatározott fő egyébként, tehát igyekeztünk kis csoportos táborokat tartani ugye a előző helyzetre való tekintettel, és ezek a táborok megteltek, tehát fullosak a táborok. Érdekli a gyerekeket, nagyon tehetségesek, de erről is inkább a Csilla tud beszélni. Mm-hmm. Na, gyerekekkel mi újság van? Hát én életemben először vagyok ilyen rajztáborban, tehát 2 alkalom volt, amikor szakkörben voltam, akkor kicsikkel voltam, és most vegyes a korosztály, tehát vannak 8 évesek, 11-12, és vannak nagyobbak, ilyen 13-14 évesek, úgyhogy ez egy picit nehezíti, tehát mindenkinek külön feladat kell, de én azt vettem észre egyébként, hogy nagyon le lehet őket kötni. A kisebbek talán, főleg a fiú, ők azért telefonozgatnának. Na igen, ezt akartam. De ma kitaláltam, hogy most nem, tehát hogy ne legyen ez a telefon, vagy nem is kell arról rajzolni, mert van, aki azt használja segítségül, hanem hogy engedjék el a fantáziájukat, meg. És a nagyokkal meg nagyon szuper. Tehát a nagylányok nagyon ügyesek, nagyon tehetség, a kicsik is nagyon jó. És főleg lányok vannak, vagy megoszlik azért? Inkább. Hát úgy van, azt hiszem, hogy 7 lány és 2 fiú. És mire jó? Ugye sokan mondják azt, hogy a képzőművészet, a rajzolás, az efféle tevékenységek nagyon-nagyon jót tesz a mai rohanó világban az embereknek. Ez valóban így van? Ugye mondjuk téged mit szakavatottat kérdezek, Csilla, hogy ezt alá lehet támasztani, hogy valóban szóval nyugtató, jól éleknek? Sőt, hát én mondjuk azt szerintem, én is 5-6 éves korom óta rajzoltam mindig, és szerintem ezt most már ilyen terápiás dolgokra is használják. Igen, tehát ezt lehet terápiaként. Igen, én tudok arról, hogy gyerekeknél is, meg felnőtteknél is használnak ilyet. Művészetterápia, ez a neve. Zeneterápia is van, tehát többféle terápia. Szerintem minden ilyen alkotás, vagy művészettel foglalatosság az úgy beviszi az embert a jelenbe, és ki tud mindent kapcsolni, és felszabadulnak dolgok, és
abszolút jó hatása van. Tehát akkor lehet ajánlani szülőknek, akik ugye ezek a gyerekek kicsit túlpörög, hogy szoktuk mondani, hogy akkor egy ilyen táborba érdemes a gyereket. Még hogyha akkor is, hogyha esetleg mondjuk nem lát arra rációt, hogy gyerekét ez érdekelni, lehet, hogy meglepő eredményei lesznek ugye mondjuk a gyerekkel éppen, vagy a gyerekekkel kapcsolatban. A másik, ami érdekel a rajzolás kapcsán, meg a művészetek kapcsán, magamból kiindulva, én Pálcika embernél megállt a maximum, úgy harmadik osztályos szinten, addig fejlődtem, utána az én efféle művészeti készségeim, képességeim teljesen megragadtak. Hogy valaki mondjuk jól rajzoljon, ahhoz tényleg kell ez a fajta képesség, ez a fajta ráérzés, másfajta látásmód, vagy ezt meg lehet azért tanulni? Szerintem mindenki fejleszthető, és mindenki tanítható egy bizonyos szintig, de azért az látszik, hogy valakinek van egy plusz képessége, vagy tehetsége hozzá, meg kitartás, az szorgalma, tehát hogy az, hogy nagyon érdekli, vagy nagyon lekösse. Mert ugye, ha nem, akkor nem. Persze. Tanítható. Beszéljünk a táborokról, hogy néz ki mondjuk a táborban egy nap, hogy kell ezt elképzelnünk? Milyen ott egy nap? Nem megint, igen. Hát úgy van, hogy 9-től délig rajzolunk, festünk meg mindenfélét csinálunk, akkor déltől egyig van ebédelés, egy picit úgy lazítás, van, amikor játszunk, főleg a kisebbekkel, tehát kitaláltunk egy kis játékokat is nekik, mert azért fárasztó tud lenni. Persze. És akkor ilyen hát olyan 2:30-től 4:00-ig megint. De aki mondjuk közben elfárad, az megint csak kivet egy picit, tehát azért vannak ilyen kis szünetek. Meg beszélgetünk is velük, van, hogy könyveket nézzünk, én mutatok is nekik. Nagyobbaknak főleg mutatok ilyen képzőművészeti könyveket, vagy tankönyvet. Tehát ez egy művészet történetről szól akkor, tehát okítod igazából, hogy próbálod. Az annyira még nem. Tehát próbálod. Inkább csak mutatom a képeket, hogy inspirálódjanak, hogy milyenek vannak. Hogy ilyet is lehet rajzolni. Ilyet is lehet csinálni. Hányféleképpen. Milyen technikákat alkalmaztok egyébként? Tehát grafittal, vízfestékkel, ezt a kettőt ismerem, biztos van 1001-féle, azért kérdeztem ezt. Milyen technikákkal lehet ott megismerkedni a tábor? Hát a nagyobbak, akik ügyes lányok, ők velük most úgy szoktam csinálni, hogy délelőtt ceruzával rajzolnak, és még pedig ilyen realisztikus dolgokat, tehát kirakok egy terményt, valamit. A kisebbek mindennel rajzolhatnak. Színeszteruza, zsírkéta, tempera, tehát vízfesték, ami... Tehát emészkedjük van, csak az a lényeg. De van olyan, akinél nagyon kreatív és fantasztikus dolgokat kitalálnak. Tehát ma például volt egy kislány, aki ragasztót nyomott ki, és akkor arra reszelt rá ilyen színes zsírkétákat, és abból alakított ki formát. Ez tök jó ötlet. Tehát hogy az is, hogy a gyerekek engem is inspirálnak, hogy miket csinálnak. Igen, az mondjuk tényleg egy olyan szuper váratlan dolgok történetnek. Meg ráadásul, hogy kiveszem belőled a mondani valódból, hogy a gyerekek önbizalmának is ez nagyon jó, tesz valami szépet csinálnak, szépet rajzolnak, ez az önbizalom fejlesztése is azért egy nagyon jó dolog. Ugye említetted a művészetterápiát, bármilyet legyen, zenek, festészet, képzőművészet, hogy tényleg lehet hallani, hogy elképesztő eredményeket élnek el mondjuk a szakemberek, például a gyerekeknél, akiknek sérült a lelke, meg felnőtteknél is lehet ezt csinálni. Sőt, egyre több tanfolyamot látok. Ami manapság divat, erről meg szeretem volna mindig egy szakembert kérdezni, hogy nagyon-nagyon sok helyen lehet találkozni ezzel a jobb agyféltek és a rajzolással, hogy ez mennyire jó, mennyire fejlesztő, mennyire előzze a kreativitást. Ilyen csodaként beszélnek róla, ez valóban így van? Ezt szakemberként alá tudod támasztani? Én még nem próbáltam ezt ki. De most hozott egy kislány pont egy könyvet, ami erről szól, úgyhogy majd ezt bepótlom. Én eddig ezt nem. De mondom, eddig nagyon gyerekekkel nem foglalkoztam, tehát én csak magam dolgoztam, de biztos, hogy jó. Tábortúrnusokról is akkor beszéljünk egy kicsikét, ugye Zsuzsi, mint ennek a technikai lebonyolítója, szervezője, menedzsere, producere. Hány turnus van, mikortól indult, meddig tartanak, jelentkezés például, lehet-e még? Ez az első hét. Még júliusban lesz 2, augusztusban 3. Igazából az oldalunkon lehet megtalálni, ugye a Facebook oldalunkon a plakátokat. 2 hetente van, tehát van 1 hét tábor, 1 hét szünet, 1 hét tábor, 1 hét szünet. Egyedül augusztusban jön ki úgy, hogy egymás után van 2 tábor, mert hogy ott augusztus 20-a töri a hetet, tehát még lesz 5 táborunk. A plakátunkon látszik a telefonszám, amin jelentkezni lehet. Ugye ugyanúgy kiscsoportosok lesznek a táborok, mert azért a csillának elég a 10-12 gyerek egyszerre, tehát a mindenkinek az egyéniségére kitalálni, hogy ki mit, hogyan csináljon. És akkor ugye ezek után vannak további terveink a gyerekek műveivel,
kiállítás sorozatot szervezzünk a gyerekek és a Csilla műveiből. Az első helyszínünk az meg is van szeptember 1-től 30-ig a Velencei Velkem kastélyba, a Helytörténeti Egyesület kis galériájában lesz a legelső kiállításunk. Erre szeretettel várunk mindenkit, a többi az még szervezés alatt áll. Minden mű ki lesz állítva, vagy csak arra egy-egy értékesebb? Tehát sok mindent csinálnak a gyerekek, és akkor kiválasztunk egyet. Tehát így is, ha azt veszük, hogy van 6 tábor, az gyerekenként egy, tehát az minimum 60 mű, plusz a Csillának a festményei, tárgyai, művei. Tehát akkor lesz mit igazából megnézni. És akkor tervezitek gondolom a folytatást is azért, tehát ebből szeretnétek ugye a hagyományt csinálni. Hát természetesen, jövőre egész nagy terveink vannak. Na. Van a csapatunknak egy harmadik tagja, aki most nem tudott itt lenni. Rengeteget ötletelő is, úgyhogy jövőre már nem 10 fős táborokat szeretnénk, hanem sokkal nagyobbakat, de ez még mind a jövő zenéje. Persze, persze. Akkor gondolom összekötve, akkor ugye Velencéről beszélünk, nyilván egy kis strandolást gondolom, ami belefér, meg tényleg minden olyan, ami most még a vírus árnyékában vagyunk azért, sajnos, illetve nem sajnos, hiszen azért még finoman túl vagyunk rajta, de finoman kell azért csinálni, de Velence ugye hát a fürdésért kiállt mindenképpen, vagy az ottani táborok, meg kell is a gyerekeknek, én azt gondolom, hogy a fiataloknak biztos, hogy kell, illetve szükségeltetik, meg hát a homokba esetleg a korzón valamit, ugye, hogy szoktam mondani, rittyentenek valami olyan alkotást, aminek azért mondjuk nagyon-nagyon híre megy. Én nem vagyok híve a gyerekeket a strandra engedni. Aha. Jó, persze vigyázni kell nagyon azért. Igen. Persze. Uh-huh. A másik, ami még érdekelne engem nagyon-nagyon, Csilla kapcsán, hogy aki esetleg nem ismeri a munkásságodat, műveidet, beszéljünk erről egy picit konkrétabban, hogy eddig hol volt kiállításod, mik azok a főbb területek tényleg, amit ugye elmondtál szűk szavúan, vagy több mondatokban a műsor elején, hogy kicsit bővebben fejtsük ki, hogy milyen stílusban alkotsz, mi a kedvenced, mi az, amit nagyon szeretsz. Jó, hát én ugye a képgrafikára jártam, ahol ilyen linómetszeteket, részkarcokat készítettünk, de én elég hamar eltaláltam egy olyan dologra, szobrászművésztelepen, hogy használt deszkákat találtam, tehát ilyen, ami már ilyen el van színeződve, ilyen fenyődeszkák. Igen, igen. És akkor amit elégettek volna, kidobtak volna. Igen. Aha. És akkor ezekből én beleláttam először tájképeket, és aztán mindenfélét elkezdtem rárajzolni, aztán elkezdtem kifaragni is, tehát úgy létrehozni tónusokat. Ez még mind az egyetem alatt, tehát szépen volt egy ilyen folyamata, és utána elkezdtem kivágni őket dekopi fűrésszel, tehát ilyen formázott képeknek szokták ezeket mondani. És most hát már jó régóta olajjal is, meg színeseket is festek, és ezeket tök feltenni a falra, de még úgy szokták mondani, hogy ilyen deszka objektek. De hát emellett azért készítek installációkat, videóvetítéseket, tehát általában az utóbbi mondjuk 10 évben inkább mindig Budapesten volt önálló kiállítás, és akkor oda mindig úgy készültem, hogy legyen egy tematika, és akkor a köré berendeztem tulajdonképp a teret, vagy a tér is hatott rám. És akkor általában voltak ezek a deszka objektek, és mellé installáció, meg videóvetítés, tehát így. Ez jó, ez a deszka alkotás, nevezzük ezt így, ugye, ilyen pongyola hétköznapi nyelven. Ez jó dolog, ugye, mert egyik az, ugye, hogy nem kerülnek ezek kidobásra, látszik azt, hogy tényleg mindenben meg lehet találni a szépet, meg ez egy érdekes dolog. Nagyon nagy divatja van, ugye most abban a raklapbútoroknak például, ugye, hogy abból hoznak össze bútorokat például, sőt, amit ugye eladásra szánnak, elképesztő drágán lehet venni. Ez is egyébként nagyjából nyilván hétköznapi szemlélőként kicsit odasorolható tényleg, hogy ezekből a deszkákból milyen elképesztő meg szép alkotásokat lehet csinálni. Ilyet is lehet egyébként csinálni a táborban, tehát ezzel is meg lehet mondjuk ismerkedni. Nyilván dekopír fűrészre vigyázni kell a gyerekeknek egyértelmű, de mutatsz ilyet is a tábor. Hogy mondjuk, hogy készülnek ezek? Nem. Tehát azért itt még nem tartunk. De katalógust hoztam, mert azt úgy megnézegethetik, hogy miket csinálok én. És miket festesz általában egyébként? Most már így érdekel. Hát abban ilyen szimbolikus tárgyakat mondjuk. Nagyon sok csónakot festettem. A Velencére az meg kifejezetten. Tökéletes a Velencére. Lépcső. Tehát egy csomó ilyen. De volt, amikor több darabból áll össze egy mű.
Mennyire nehéz ezt kivitelezni? Ugye idézőjelben, mondom, idézőjelben nekem a kipálcik ember tud maximum, egyszerűnek hangzik, de kopírom, megvagdosom, festek rá. Azért ez kell tudás, gyakorlás, gondolom. Tehát az első nem biztos, hogy nyilván úgy sikerült, mint ahogy szeretted volna, nem? Tehát vannak ebbe azért buktatók. Igen, de szobrászférjem volt, és sokat segített. Ja, úgy igen, úgy azért könnyű. De hamar meg lehetett tanulni. Tehát most én dekopírfűrészt használok, mondjuk egy flexet, egy csiszolót, csavarozógépet, ilyesmit. Inkább az, hogyha igényes. Uh-huh. Tehát kell hozzá egy nagyon nagy asztal. Uh-huh. Persze, meg szerszámok, igen. Meg kitartás. Meg megtalálni a megfelelő deszkákat. Igen. Ja, mert nem mindegy, hogy milyen deszka. Nem, mert azért... a friss, az szoktam menni fatelepre, de ami friss, az meg nem indít be. Tehát te nem tűzifájérmészte, mondjuk festeni való fájérmész igazából. Igen. Keresgetem a vontott deszkákat. De az is izgalmas egyébként, nem? Igen. Tehát olyan, mint elmenni egy ilyen turkáló, hát ilyen second hand shopban nagyjából. Meg egy külön lépés. Az első lépés az, hogy melyik tetszik meg, vagy, és mit látok abba bele. Uh-huh. Ja, igen, persze nem mindegy, gondolom, az erezettsége, milyen foltok vannak rajta, van. Mennyire, mit tudom, ilyen előregedett itt ott, amott, tehát persze ezt bele kell látni, ezt a fajta, ne, ez azért kell már tudás, az biztos teljes mértékben. Ami még nagyon-nagyon fontos és érdekelne, aki szülő mondjuk nézi most a műsort, a fehérvári beszélgetéseket, és azt mondja, hogy hát az én gyerekem ilyen kétbalkezes, olyan szinten van, mint én, bármit pácika embernél megállt, de mégis azért, hát morfondírozik rajta vacila, hogy beírassa a táborba, megkeresse a tábort esetleg, tehát ilyen gyerekeket is érdemes mondjuk igen. táborba elküldeni, járatni hozzátok esetlegesen? Igen. Te tudod ajánlani? Abszolút. Nem kellett, hogy átántorodjon. Én nem hiszek abba, hogy nem lehet fejlődni, vagy nem élvezhetik. Uh-huh. Tehát, hogy... Még szerintem a gyerekek is inspirálják egymást is. Igen. Vannak különböző könyvek, meg tényleg különböző videómegosztókon videók, hogy lehet rajzolni ezt, azt, amaz, tehát elmondják a technikát, megmutatják a technikát. Mennyire lehet mondjuk tényleg videón vagy videómegosztón keresztül megtanulni rajzolni, így is meg lehet, vagy kell hozzá tényleg egy olyan ember jelenlét, aki ott van közvetlen az ember mellett, és segít kivitelezni mondjuk a rajzot? Én, ez csak az én személyes, tehát én nem szeretem annyira, hogy a fotót másolunk, uh-huh. vagy hogyha ilyen meghatározott van, amit kitalál valaki, és hanem szeretem, hogyha kreatívak a gyerekek, hogy mondjuk adok egy témát, hogy mondjuk egy mondatot, vagy kitalálunk, és akkor ők szárnyaljanak el szépen, és használják a fantáziájukat, tehát én jobban szeretem, hogyha így dolgozunk. És mit láttok egyébként a gyerekek tényleg, amikor bemennek, amikor kimennek, azért nyugodtabban mennek, az a felszabadultabbak, máshogy érkeznek, mint ahogy mennek, illetve fordítva? Igen, szerintem. Uh-huh. Esetleg fáradtabban is. Fáradtabban, ami mondjuk a szülőknek azért annyira nem kár, gondolom, de hálásak nektek azt ezért. Azt a délutára már el vannak. Ezért mi is fáradtan mondom. Vagyunk az annyira. Persze, világos, hát annyi gyereke foglalkozni. Ugye azt mondom, a nézőknek ti rögtön a táborból sietetek ide a fehérvári beszélgetések felvételére, azért vagytok kicsit játszósban, ugye ezt mondtátok, hogy mondjuk el mindenképpen, illetve én is pontosan tudtam, de azért vagytok, mert tényleg rögtön ide sietetek a táborból, mentek vissza utána hát a táborba. Ez az ebédszünetetek konkrétan, amit most ilyen, hát kicsit fogyok urásan, akkor megoldottam. Baj, a Fehérvár TV-t nézői számára, amit köszönünk ugyan szépen már nektek. Beszéljünk még Zsuzsiról is egy kicsikét. Ugye te többször voltál már a Fehérvár Televízióban, voltál már a rádióban, és dolgoztunk is már együtt. Igen. Ugye téged pedig Velencén arról ismernek, hogy tényleg rengeteget, és ez tényleg mindenféle hízelgés nélkül mondom, tényleg teljes szívedből, lelkedből jótékonykodsz. Aki ismert téged, ezt egyértelműen alá tudja támasztani. Családokért, nagy családokért azért rengeteget teszel, gyűjtéseket szervezel, programokat szervezel. Nagyon-nagyon sok mindent csinálsz. Mi újság van nálatok jelenleg ugye a nagy családosoknál? Hát nálunk zajlik az élet, mint mindig. Ugye most vagyunk túl a vértesacsai árvízkárosultak gyűjtésén. Uh-huh. Ugye most közben jön a következő, most az eddig összegyűlt adományokat, amire már a vértesacsai családoknak nem volt szükség. Most ugye azt kezdjük földolgozni, és osztjuk szét a többi család között. Uh-huh. Közben ugye szervezzük a tábort, közben ugye szervezzük a kiállításokat, és hát osztjuk az élelmiszert folyamatosan. Tehát igazándiból nem unatkozunk egyáltalán, tehát vannak napi rutinjaink, heti rutinjaink, amikor minden szombaton húst, pékárut osztunk, folyamatosan gyűjtünk, anyagi támogatásokat, tárgyi felajánlásokat, mindent. Tehát folyamatosan. Dolgozunk folyamatosan. Végig dolgoztuk a járvány idejét is. Tehát ez akkor is sajnos elkelnek ezek a dolgok, meg több is. Sőt, több is volt. Uh-huh. Több is volt, igen. Nőtt a családok száma sajnos ez alatt az időszak alatt. Uh-huh.
Úgyhogy végig, mi végig nyitva. Próbáltuk mi is home office-ba nyomni. Hát home office-ba nem is lehet osztani viszonylag. Viszonylag az egy nehéz dolog. Hogy kapcsolódtok ki egyébként? Most kérdezek mind a kettőtöket. Te az elég sokat dolgoztok, pörögtök, ugye gyerekekkel foglalkozol, alkotsz, családokkal foglalkozol. Neked is ugye elég népes nagy a családod. Hát elég népes a családom. Most 4 gyerekem van. Igen, ugye szűk, meg a nagy családok is ott vannak. Hogy tudtok kikapcsolódni? Nyilván egy embert megkérdeznék, leugrunk a Velencei tóra. Na, de ti ott vagytok, ugye? Mi felugrunk Pestre. Ti felugrotok Pestre. Mi az, ami kikapcsol benneteket ebben a nagy hajtásban? Hát igazándiból én szeretek beszélgetni a gyerekeimmel is. Van egy újdonsült kiskutyám vele is. Tehát így ez a délután nem csinálok otthon semmit, és akkor én így el vagyok. Tehát nekem ez így elég. És a gyerekekre mennyire rakad rá egyébként a te fajta jótékonykodási beállítottságot? Tehát ők is ilyen jó szívűek, hogy adják az utolsójukat, a gyerekeid is. Azt azért nem mondanám, de már alakulnak. A nagyfiam az mindenképpen. Ő nagyon sokat lenn is van nálam a klubházba, tehát ő ott is rengeteget segít. A többiek megalakulnak szépen. Tehát ők is, igen, tehát azt nem mondom, hogy egymást igen, mert ugye azért a testvérek között van mindig egy kis háború, de, de mennek és csinálják ők is. Tehát hát ezt látják nyilván hát anyától. Más nem is, igen. És ez lesz nekik tényleg a példa igazából. Igen. Nyaralásra jut időtök egyébként lesz? Idén nem. Idén nem megyünk sehova. Volt tervbe, volt, le is foglaltuk a szállást megint a 40 gyerekre, de sajnos ez a vírus, ez mindent eltörölt, igen. Úgyhogy idén nem megyünk nyaralni a gyerekekkel, se nélkülük, se velük, tehát... Marad a munka. Marad a munka, így van. Igen. Csilla, nálad mi újság lesz? Pihenés nála útben? Is marad a munka. Hogy kapcsolódsz ki? Ez a kérdésem, hogy nyaralásra jut-e időd? Hát én egy kicsit úgy érzem, hogy mindig nyaralnék, mert hogy itt a Velencei tó miatt ez kicsit ilyen. Hát én hogy kapcsolódok ki? Imádom a zenét, átfázom. Igen? Van otthon, igen. Aha. Kezdő vagyok, tehát itt nagyon későn kezdtem el, 40 éves koromban. Az nagyon kikapcsol, azt nagyon szeretem. Zene. Kutyám van nekem is, sétáltatom. És én szeretek lemenni néha a tóra, igen. És várom, hogy lehessen fürdeni. Igen, persze, ezt nagyon-nagyon sokan várják. Engem nem vonz, de víziszonyom van, tehát. Igen. Hát meg úgy általában, aki ott lakik, az neki egy mindennapi megszokott látvány lesz. Lehet, hogy azért annyira nem is ugye kuriózom. Lehet, hogyha nem ott laknál, akkor pedig úgy alig várnád te is, hogy akár Balaton, akár pedig ugye jelesül Velencei tóra. Nem, azon gondolkodom, hogy végén mit kívánjak nektek így a táborra, meg a nyára. Hát minden mi az, jót. Lehetne? Minden jót, mindenképpen kitartást. Kötél idegeket, de remélhetőleg, vagy ahogy kiveszem a szavaitokból, nem kell a gyerekekhez, mert tényleg jól viselkednek, jól viselik magukat, ahogy szokták mondani. Akkor jövőre tényleg sokkal, de sokkal több jelentkezőt, ami biztos, hogy meg lesz, hogy beszéltetek róla, mert ugye sikeresnek tűnik a tábor. Igen. És persze, hogyha van valami információ, újdonság, és persze jövőre a tábor kapcsán várunk vissza benneteket ide a Fehérvár televízióba. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk a fehérvári beszélgetésekben. Tartsanak velünk legközelebb is.